Bármilyen keserűnek éreztem az életemet, bármilyen rossznak és nehéznek, hogy mégis egy csoda volt, mert túléltem, és azért éltem túl, mert Isten vigyázott végig rám. És ezt amikor megértettem, onnantól kezdve jött az az érzés is, hogy soha nem vagyok egyedül. Szüleim azok alkoholisták voltak, és minden rossz elemét láttam, mind a veszekedéseket, a verekedéseket, a szegénységet. Apám alkoholista volt, anya pedig így hagyta, és én állandó ilyen félelemben voltam otthon, mivel ugye apár olyan hatása volt az alkohol, hogy agresszív volt, és olyankor belém kötött, meg anyába kötött, és én ez miatt állandóan szorongtam. Én egy nagyon szorongó gyerek voltam, nagyon alulértékeltem magam, kisebbségi komplexusaim voltak, és a drog az elején pont azt adta meg, hogy lazább lettem tőle, így néha még boldognak is éreztem magam tőle. El tudtam nyomni vele a lelki fájdalmaimat. Ez egy jó nagy önbecsapás volt, és jó sokáig, 20 évig voltam önmagam rabja igazából, mert én gátoltam saját magamat, hogy ebből aztán ki tudjak szállni. Én is a drogokba menekültem, mert mikor így el tudtam otthonról menekülni, bulikba, akkor ugye ott éltem meg azt, hogy így nem gondolkodtam. Mint hogyha megszűnt volna, vagy orvosolódott volna az a probléma, de közben meg ugyanúgy ott volt, csak ugye én éreztem azt, hogy nincs ott egy ilyen torz biztonságérzetet adott a drog, de utána persze, amikor elmúlt a hatása, akkor még rosszabb volt, mint előtte. Tehát akkor már nem csak az volt, hogy az alapvető problémák, hanem még bűntudatom is volt, meg lelkismert hurdalásom is, hogy anyáik ezt nem tudják, és hogy én titokban drogozok. Utcán éltem, kidobtak már tényleg az árt osztályról is, mindent és mindenkit elvesztettem, lelkileg nullán, mínuszban voltam. 20 évig tartott, hogy egyszer felrakjam a kezem, és azt mondjam, hogy oké, tehát, hogy segítséget kérek, és legyen bármi, csak ez ne. Nem tudom azt mondani, hogy nem volt jó érzés a drog, mert akkor nem csináltam volna, de én örülök annak is egyébként, hogy elég hamar eljutottam a mély pontra. 23 évesen már bent voltam a rehabon, volt, hogy az utcán voltam, nem volt mit ennem, nem volt pénzem, nem tudtam hova menni, tehát, hogy már a családom se engedett haza, a barátok is eltávolodtak tőlem, és szerintem ez a legfontosabb, hogy megéltem azt, hogy már nem tudok hova, tehát hogy már teljesen ott voltam a földön, és akkor éreztem azt, hogy felteszem a kezem. A halál kapujából menekültem, úgymond meg úgy kerültem le egy terápiára, ahol viszont teljesen egy ilyen szemléletváltás lett mindenben. És ehhez kellett úgymond a terápia, hogy ne csak avval foglalkozzak, hogy ne drogozzak, hanem vissza a gyökeréig, és akkor feldolgozni a gyerekkori sérelmeket, és minden egyes olyan dolgot, ami az én életemhez hozzátartozott, a rossz döntéseim, a fájdalmaim, a sikertelenségem, a jövőkép nélküliségem, és hogy ezek, ez tényleg ez egy kőkemény terápia kellett, hogy tudjak ezeken változtatni. Olvastam ezt a mai ige füzetet, és akkor ott volt benne a tékozló fiúnak a története, és én azért tudtam egyébként ebből a kudarcból felállni, mert engem akkor Istennek a kegyelme érintett meg. Tehát semmi más, csak az, hogy Isten azt mondta nekem, hogy örül neki, hogy visszatértem, és ő ugyanúgy szeret engem, mint előtte, meg szeretni is fog. És engem az a kegyelem annyira megérintett akkor, hogy tiszta lappal indulhatok. Megértettem azt, hogy mit akar tőlem Isten, hogy hívogatott az egész életembe,
és hogy mindig másfelé fordultam, és amikor ott voltam már Rehabban, akkor már nem volt másfelé fordulni, és akkor végre megértettem az igét, megértettem azt, hogy mit akartam, így egy óriási bűnbocsánatot kaptam, és számomra ez így tényleg mindent felülírt. Isten kegyelmes volt velem, és én nem akarok visszaélni ezzel a kegyelemmel. Tehát lehet, hogy vannak még ugyanúgy bűneim, meg bizonyos jellemhibáim, de ez, hogy ez a józanság, ezzel nem akarok játszani. Amikor megtértem, tehát hogy az nálam az így kicsúcsosodott. Tehát, hogy nyilván egy folyamat volt, de az így napra, pontosan, órára, pontosan egy Biblia órán így kicsúcsosodott. Érzelmileg sokkolt, tehát, hogy az első anyagozás élményét, érzését fölülírta sokszorosan. Nagyon szerettem volna egy párt, és akkor ezt így azt mondtam már magamnak, úgy imádkoztam Istenhez, jó Istenem, elfogadom tényleg, amit akarsz az én életemmel, majd te úgyis elém adod azt a lányt, akit nekem szánsz, egybe bíztam, hogy már megszületett. És tényleg így imádkoztam, és utána tényleg egy-két héten belül így megismertük egymást. Akkor bizonyosodott meg, hogy a Norbival nem lesz probléma, hogy tudtam, tehát volt egy csomó információm arról, hogy a Norbi már elvégezte a Rehabot, félutasházban, aki jár csoportokra, jár gyülekezetbe, tudtam, hogy ő dolgozik magán, tehát ez egy hatalmas áldás. Volt benne kockázat az elején, hogy mi így összejöttünk felépülőként, de viszont azt éreztem folyamatosan, hogy a Szandra is tesz magáért, tehát hogy az a fajta felépülő, aki nem adja fel és jár a csoportokra, jár pszichológushoz, józan akar lenni, én is ez a fajta felépülő vagyok, tehát ez így elkezdett erősíteni, de mindig ott volt az, hogy hát mi van akkor, hogyha mondjuk ő esik vissza, és hogy lehet, hogy tartom magam annyinak erősnek, hogy ő nem tud magával rántani engem, de mégis ugye szeretem, és ezáltal szenvednék. Akinek most Isten színnel kezét fogom, szeretem. Szeretetből megyek hozzá. Isten törvénye szerint feleségül. Meghívtál, hogy vízre nekem elég lett volna gyerekként, hogyha nyugalom van, az boldogság lett volna, és nekem ez adja így legtöbbet, a harmóniát a kapcsolatban, hogy nyugalom vesz körül, biztonságban érzem magam a Szandrával, otthon biztonságban érzem magam, ez nagyon sokat ad. Amire így büszke vagyok és tudjuk tartani, hogy én például minden reggel, általában én kelek hamarabb, és én indítom a napomat, de soha nem volt még olyan nap, hogy reggel ne egy olyan üzenettel nyissam a Szandrának, hogy szeretlek. Tehát, hogy bármi, lehet, hogy előtte este volt valami nézeteltérésünk, és mondjuk még duzzogtam is, de tudom azt, hogy, és ezt megígértem, hogy reggel akkor is el fog mondani, hogy miért szeretem, mert hogy induljon jól a napja. Isten tartja össze a mi kapcsolatunkat, és ő is hozott minket össze egyébként, úgyhogy tényleg a legfontosabb alappillér a házasságunknak az Istennel való közös kapcsolatunk. Tehát egyenként is megvan, de ugye közös. És én se dőlök mondjuk hátra abban, hogy azt mondom, hogy jó, hát most már a feleségem, és akkor nekem nem kell úgymond sok mindent még többet tennem érte.
mert hogy már a feleségem, hanem nem, hanem igen, akkor is ugyanúgy nézek rá, mint előtte. Ezt a generációs függőséget meg tudtam állítani. Úgy érzem, hogy a Szandra is, és szenvedett sokat ő is gyerekként, én is, és el tudom magunkat képzelni jó szülőnek. Tehát, hogy azt adjuk, hogy ne azt adjuk tovább, amit örököltünk, hanem azt adjuk tovább, amit az életbe tapasztaltunk, azt adjuk tovább, amit Istentől kaptunk, ne azt, amit a szülőktől. És én ebbe látom azt, hogy tényleg Isten erre hívott el minket, hogy ezt tudjuk továbbadni, hogy a gyerekünknek meg tudjuk mutatni azt is, hogy igen, nehéz volt nekünk, de azt is, hogy kaptunk egy óriási kegyelmet, és ezt a kegyelmes Istent mutassuk be a gyerekünknek, vagy gyerekeinknek, akik lesznek. Én azt szeretem benne a legjobban, ami az elején nagyon idegesített, de most már nem, az, hogy ő ilyen, tehát tényleg ilyen katonás a felépülésben, mármint a felépülésben, a felelősségvállalásban, és engem ez segít. Tehát az elején ezt védekeztem, meg támadásnak vettem, és most már tudom, hogy engem ez épít egyébként, amikor tényleg így az, hogy a pontosság, meg az, hogy vállaljak felelősséget a tetteimért, és ezt nagyon szeretem benne, mert ez számomra egy ilyen józan magatartást mutat, és ezt tetszik, szeretem benne, hogy ilyen. A Szandrában azt szeretem nagyon, hogy ő jobban szeret engem sokszor, mint saját magát, és hogy tényleg ő sok áldozatot hoz, mind a kapcsolatunkért, mind értem. Még sok jó tulajdonsága van, de meg az is, hogy elfogadja a macskáimat, az nekem nagyon fontos tényleg, tehát hogy... És ha akarnék még egy harmadikat, vagy egy negyediket, arra is azt mondaná, hogy igen. Mondhatnák nemet, és a Szandra elfogadná, és ez a kapcsolatunk erőssége.